amiket terveztünk, fejlesztéseket, beruházásokat, meg tudtuk valósítani. 5 testületi ülést tartottunk. A tényeknek hát nem egészen pontos interpretáció. Sokszor jönnek olyan plusz feladatok. Nagyon kell, hogy gondoljuk, hogy hogyan tovább. Jó gazdálkodása alapján tudtuk elérni. Az előkészületek évének nevezte 2015-öt Székely László Páty polgármestere, és mi kíváncsiak voltunk, vagyunk rá, hogy milyen fejlesztések, milyen fejlesztési irányok szerepelnek az önkormányzat elképzelései között a következő 5 évre vonatkozóan, a polgármester válaszol. Milyen irányokat lehet meghatározni 5 év távlatában, mennyire lehet előrelátni, hogy például a gazdasági körülmények hogyan alakulnak, mire lesz keret, mire nem? Úgy gondolom, hogy egy 5 éves ciklus első évében mindenképpen a célokat kell kitűzni egy falu vezetésének, és ezeket a célokat próbáljuk az idén meghatározni, és ezzel párhuzamosan pedig a terveket kell elkészíteni, hogy akár saját forrásból, akár támogatásból, akár pályázatból tudjuk majd ezeket megvalósítani. Néhány ilyen célt szeretnék elmondani. Az egyik és talán legfontosabb dolog, hogy az autópálya lehajtót össze tudjuk kötni a faluval. Ez mind az iparterületnek, mind a falunak létkérdés, mert mivel néhány falu teljes lakossága rajtunk keresztül közelíti meg Budapest, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy nap mint nap a belső szűk utcáinkon járnak, vagy pedig a falut megkerülve, aránylag megkerülve közelíthetik meg az autópályát. Tehát az első dolog az, hogy ebbe az évbe szeretnénk az autópálya lehajtó és a falu közötti út tervét és a hatósági engedélyeit megszerezni. Ilyenkor lehet valamennyire kalkulálni, hogy mekkora összeget emésztene fel, mennyire lenne szükség egy ilyen autóút megépítésére? Még pontosan nem tudjuk, mert amikor elkészült annak idején 2006-ban ez a terv, akkor teljesen más törvényi körülmények voltak. Most ezt újra kell feleveníteni, és újra számolni, de azt tudjuk, hogy körülbelül olyan 1,5 milliárd forintnyi költségbe fog kerülni. Ennek az 1,2-1,3 kilométer szakasznak a megépítése. Gondolom, hogy a terepviszonyok befolyásolják, hogy egy kicsit költségesebb, mint egy sík terepen. Igen, ez egy dimbes-dombos terület, van olyan rész, ahonnan 10 méter földet kell megmozgatni azért, hogy vízszintes legyen az út, tehát ez egy kicsit megnöveli a költségeket. Viszont ha jó az út, jó az infrastruktúra, akkor a cégek is szívesebben települnek ide, mondjuk az iparterületükre. Ez így van, ezt tapasztaljuk most nap mint nap, hogy igen, nagy az érdeklődés az agglomeráció ezen részén lévő terület után. Néhány hónapja a De Jong cég, koreai cég jelentette be, hogy itt kíván telephelyet létesíteni. Most ebben a hónapban pedig a Flextronics cég, aki most jelen pillanatban Pécsen van, bejelentette, hogy átköltöznek a Pátyi iparterületre. És én azt gondolom, hogy ezzel párhuzamosan egyre több cég fog majd ide költözni, ami az alapját fogja jelenteni annak, hogy a falu bizonyos bevételekhez jusson. Egyrészt, másrészt gondolom, hogy munkaerőt is az itteni lakosok köréből, legalábbis részben innen fognak. Hát igen, részben mind a két cég bejelentette, hogy elsősorban innen szeretné az embereket, meg is jelentek a felhívások a médiákba, úgyhogy reméljük, hogy aki szeretne dolgozni, az fog találni magának munkát. Ez egy igen nagy szabású terv, és reméljük, hogy valóra is válik ennek az autóútnak a megépítése. Milyen elképzelések szerepelnek még, ami már most elárulható 5 éves távlatban? Igen, hát az úton kívül mindenképpen szeretnénk a kastélyt fejleszteni, mégpedig elsősorban megtalálni a kastély szerepét a falu életébe. Valószínű, hogy művelődési, oktatási, turisztikai célra
fogjuk felhasználni, de még erről a testület nem döntött, az majd ezután fog. Minden esetre a kastélyt szeretnénk az 5 éves ciklus végére az eredeti állapotába visszaállítani, legalábbis kívülről. Még mindenképpen a Pincehegy, amelyik kapcsolódik szorosan a turisztikához, a Pincehegynek magának a fejlesztését, a közművel való ellátását, az utakkal való kiépítését. Itt nem aszfaltos útra gondolok természetesen, hanem a Pincehegy környezetébe illő útburkolattal szeretnénk majd ellátni. Ezen kívül a polgármesteri hivatalnak az ügyfélszolgálata jelenleg egy omladozó épületben van itt mellettünk, és ezt szeretnénk megépíteni, lebontani a régit, és egy új korszerű, a meglévő polgármesteri hivatalhoz kapcsolódó épületet építenénk meg. Két dolog van még, amit mindenképpen az 5 év alatt fejleszteni szeretnénk. Az egyik a sportélet, amit már 3 évvel ezelőtt elkezdtünk, és most már igen komoly sportélet folyik a faluba. Emellett pedig a közbiztonságot ugyanolyan ütemben szeretnénk fejleszteni, mint idáig. 2011 óta rohamosan csökkent a betörések és a bűncselekmények száma. Ezt a nemrég a rendőrségtől megkapott tájékoztató alapján is tudom, és látszik is, hogy jóval kevesebb betörés és bűncselekmény történt az elmúlt időszakban. Úgyhogy ezt szeretnénk tovább fejleszteni. Itt gondolok például a rendőrségi épületnek a teljes felújítására, és a jövőben mindenképpen szeretnénk fölállítani egy falusi rendőrséget, akik nem társadalmi munkába és szabad idejükben végzik a falu őrzését, hanem főállásban. Úgy tudom, hogy egy pályázatot is nyertek a sportpályával kapcsolatosan. Igen, az MLS pályázaton nyertünk egy új sportpálya építést, egy futballpálya építést. Ezek most kezdődnek a munkák májusban, és reményeink szerint szeptemberre már átadandó lesz az új pálya. Tehát a mostani futballpálya mögött, mellett lesz egy másik gyakorló pálya? Nem, hanem a mostani futballpálya felétől hátrafele lesz az új pálya. Az első felét azt meghagyjuk edzőpályának, illetve ha bárki a faluból futballozni akar, akkor ezen megteheti, mert az újonnan elkészült pályát azt óvni kell majd, és nyilván azon csak a meccseket fogják rendezni. Emellett szeretne a sportegyesület a út és a futballpálya közé egy műfűves futballpályát is építeni, amit viszont kiadnának, és bárki használhatná az iskolásoktól a felnőttekig. A másik, amihez visszakapcsolódnék, az pedig a Pincehegy, illetve azon belül is az úgynevezett Nagy Pince, aminek legalábbis a jogi akadály elhárult, hogy az önkormányzat birtokba vegye és hasznosítsa. Azt hiszem, hogy több éves pereskedést úszott meg mindenki ezzel. Még az előző ciklus előtti önkormányzat 20 évre bérbe adta a Nagy Pincét. A különböző gazdasági körülmények úgy alakultak, hogy nem sikerült ezt a tervet megvalósítani, ezért mi úgy gondoltuk, hogy visszavesszük a bérlőtől. Ezzel kapcsolatban nézeteltérések voltak, nyilván más volt az ő érdeke, más az önkormányzat érdeke, és sikerült vele most végre megegyezni, és így visszakerült a falu számára. Szeretnénk erre is egy tervet készíteni, és a jövő évben úgy felújítani, hogy a faluból bárki különböző rendezvényekre használhassa. A legutóbbi BÖT, vagyis a Buda környéki önkormányzatok önkéntes társulásának az ülésén határozat született arról az egyes tagok közül, hogy
Önkormányzati hatáskörben megvitatják azt a kérdést, hogy kárpátaljai önkormányzatokat, Jelesül-Biatorbágy testvérfaluját is támogassák, ugye az ukrajnai válságra való tekintettel. Önöknél úgy tudom, hogy a soron következő képviselőtestületi ülésen lesz döntés a támogatás módjáról és mértékéről. Önnek van egy javaslata, amit a képviselők elé tár. Tudja mindenki, hogy Kárpátalja milyen szerencsétlen helyzetben van, és ugyan nekünk nincs közvetlen testvértelepülésünk Kárpátalján, de mivel Biatorbágynak van, ezért úgy gondoltuk, hogy mindenképpen mi is támogatnánk őket. Az előző testületi ülésen egy 200.000 forintos gyors segélyt szavaztunk a részükre. Havonkénti 100.000 forintos támogatást szeretnénk megszavazni, ami annak fedezete lenne, hogy egy ingyen konyhát nyitnának a faluban. Nagyon sok olyan ember van, aki a napi betevő falatot nem tudja megvásárolni. Csak egy érdekes adatot hadd mondjak erre, hogy egy átlagos nyugdíj jelenleg Kárpátalján olyan 5000 forint körül van, és egyszerűen arra nem elég, hogy a gyógyszereiket megvásárolják, úgyhogy ehhez kell viszonyítani az embereknek a segítséget. Mindenképpen jelentős segítség lenne ez, vagy lesz reményeink szerint ez a 100.000 forint, amiben megszavazza a testület. Amikor erről gondolkozott, hogy milyen támogatásra járul hozzá a párt, akkor a kollégákkal, az érintett kollégákkal egyeztetett, csak informálisan, vagy nem tudni, hogy melyikük milyen típusú támogatást. Tehát összehangolják a támogatást? Összehangoljuk, bár nyilván a testületben nyilván mindenkinek más a véleménye erről. Az, hogy segíteni kell Kárpátaljának, az teljesen egyöntetű. Azt, hogy milyen mértékben, abban nyilván talán lesznek viták, de el tudom képzelni, hogy még ebben sem. Két személyi változás is történt az önkormányzat életében, ahogy a polgármester úr is beszámolt erről a legutóbbi beszélgetésünkkor. Hát április elejétől új jegyzője van Pátynak, illetve új alpolgármester kezdte meg a működését, azóta mi mindkettőt igyekeztünk bemutatni a tévénézőknek. Rövid még az idő, de mennyire elégedett a munkába állásukkal az első hetekkel? Hát én azt tapasztalom, hogy mind a ketten nagy lendülettel kezdtek neki a munkának, különösen a jegyző úr. Nyilván a sok olyan feladat, ami az előző problémák miatt megmaradt, ez most mind rá hullott, de én úgy látom, hogy vitézül kiáll ezek előtt, és nagyon ügyesen méri föl a falu helyzetét. Nyilván neki kell egy néhány hónap, hogy minden vonalon megismerjen mindent, de úgy látom, hogy az igyekezete és a szakmai tudása az mindenképpen megfelelő. Milyen nyár elé néznek, hogy előre is tekintsünk egy picit? Hát nyáron most nagyon sok munkánk lesz, mert ha azt egyrészt szeretnénk, hogy az útjavítások elinduljanak végre, és hát a közbeszerzések kiírása, a tervezések megindítása, árajánlatok bekérése, ez mind nagyon sok feladatot ró a hivatalra, de most ez a feladatunk, ezt kell csináljuk, és nyilván mindenki a pihenés mellett azért azon lesz, hogy ebbe az évbe a kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani.